így vette be ezt a kanyar kombinációt az egyik versenyző hétvégi rally versenyen Pécset az átjárhatatlan területén. Ezzel az autóval is rajthoz álltak. A vezetője azt mondta, két éve rallizik. Hobbiból autózunk, egy Honda Civic Type-errel megyünk, navigátorommal, Zolival, Budapestről érkezett. És maga a pálya nekem nagyon tetszik, szeretem az ilyen csúszkálós részeket, itt talán nem annyira az időt fogjuk nézni. Egy másik induló már két évtized az autósport szerelmese. Azt mondja, igazi szenvedélybetegség ez. Erre a versenyre azok jöttek el, akik maguk fizetik ezt a szenvedélyüket. Most azt nem tudnám megmondani, ugye, hogy ki milyen költségvetéssel űzi ezt a hobbit. Én azt mondom, hogy ezt a záperlaktanyás kezdeményezést pozitívnak tartom. Itt ki tudják élni magukat azok, akik mögött nem állnak támogatók, mondta Zsolt. Ez a legelső versenyünk, ezt egy hónapja kezdtük el szervezni, amikor megkaptuk a területet. Most a területen rengeteg munkánk volt. Tehát kis csapatommal, most nem sorolnák neveket, mert nagyon sokan vannak, többen itt versenyeznek is. Elkezdtük kitakarítani, tehát olyan utakon megyünk most, ami előtte, tehát másfél hónapja egy 30 centis vadcsapás volt. Munkagépekkel sikerült kialakítani egy 2200 méteres pályát erre az eseményre, mondja a főszervező. Kiemelten figyeltek a biztonságra. Mint ismert, egy hete halálos baleset történt a Veszprém Rallin. Sajnos múlt heti tragédiából okulva olyan nézői pontokat jelöltünk ki, amely magasabban is van, mint a nyomvonal. Messze is van a pályától, próbálunk rá törekedni arra, hogy minél messzebb legyenek a nézők, de minél többet lássanak. Tehát ezért az utolsó héten nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez kialakuljon és biztonságos legyen. Összesen 60-an versenyeztek az Áper laktanyában kialakított pályán. A szervezők egy sorozatot képzelnek ide, ami több nyomvonal kialakítását is jelenti. A következő forduló szeptember közepén lesz, ahol már egy 2600 méteres pálya várja majd a résztvevőket.